gyertek velem egy különleges eseményre. Sajtó meghívom érkezett az év mentes évi versenyre. A mai napon már a döntőt láthatjuk, gondoltam, bekopogok, mielőtt berontok a helyszínre. Ha sok finomság láttam, fel is tűrtem az ingújamat, mert ez itt az én terepem, szóval biztos, hogy ma lakomázni fogok. Szeretem a kajálós programokat. Első körben erre a minden mentes sós karamell finomságra csaptam le. Akik már régebb óta követnek, jól tudják, hogy csak a mentes fesztiválokon gyakran előfordulok. A mai döntőn profi és amatőr kategóriában is összemérik a versenyzők a tudásukat. Ezek a finomságok azok számára is ízletesek, akik nem feltétlenül mentes életmódot folytatnak. Attila nagy szigorral felügyeli a versenyt. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a feszültség kézzel fogható. Annak ellenére, hogy betrókodtunk a konyhába, hogy lesi felvételeket készítsek nektek, nagyon igyekeztem csendes megfigyelő maradni. A profi séfek éppen most alkotják meg azokat az ételkölteményeket, amelyeket hamarosan a zsűri elé tárnak. Ez egyébként hazánk egyetlen glutén, cukor, laktózmentes és vegán séf versenye. És ahogyan az előbb említettem, abból is a döntő. Helyszínünk egyébként a Metro Gastro Akadémia, ami szinte karnyújtásnyira van tőlünk. Kezdődik is a zsűrizés, és megmondom őszintén, nem lennék a versenyzők helyében. Ez itt már a profi kategória. Vélemények vagy fogalmazunk új kritikák, annak ellenére, hogy rendkívül kedvesek, kendőzetlenek. Biztos vagyok benne, hogy a zsűri tagjai számotokra is ismerősek, hiszen mindenki láthatta már Gréta imádnivaló videóit TikTokon. Kedvenc zsűri párosomat alkották Kristóffal közösen, és érkezik mindig Vidám Károly, akivel egyszer kamerák keresztüzében nyers vegán almás pitét készítettem. Az ételek végig kóstolása után hamarosan láthatjuk, ki lett az év mentes séfje. Herceg Andinak ezúton is köszönöm szépen a meghívást, melyhez időközben kis csapatom is megérkezett. Szinetár Dóra közreműködésével meg is kezdődött a diátadó, amin az én gyerekeim úgy izgultak, mintha látták volna a versenyt. A megmérettetés után mindenki fellélegzett. Amatőr kategóriában Dömös Fanni, profi kategóriában pedig Molnár Dávid volt a győztes. Kihasználva a vakuk villanását, belapóztunk az üres konyhába. Lennél szakács Maddox? Nem. Most takarítottak ki a néni. Izgalmas programunkat vásárlással folytattuk. Maddox nagy képregényvadászatba kezdett. Miután a projektet kisebb sikerekkel zárta, én is vettem magamnak egy könyvet. Mivel kis családom 85%-ban, hát fogalmazunk úgy, hogy nem mentes táplálkozású, tűzoltásként itt ebédeltek egyet. Mindeközben beszereztem nekik szerencsesütiket. Szerencsés, Kitti minden tevékenységben roham tempóban halad, ez volt benne. Mozgalmas, én vár rád. Roli érvei most érnek be, és sikert aratnak. Most pedig nézzük az én szerencsés ütimet, amit csak kibeleztem, és nem fogyasztottam el. Ma jól áll a kezed gyakorlati munkára.